Köszönöm szépen. Közös fotó az egyik adománycsomaggal. 20 rászoruló család kapott a Szexádon is jelenlevő egyik hipermarket lánctól karácsonyi ajándékokat. Ez náluk már hagyomány. Hosszú évek ezelőtt volt egy kezdeményezés, hogy mi lenne, hogyha családokat segítenénk alapvető élmiszerrel. Mondjuk akkor célirányosabban volt be a játék is, mert akkor konkrét családok voltak, akiket tudtunk támogatni. És az annyira jól sikerült, hogy azóta minden évben azt gondoltuk, hogy karácsonykor ezek a 20 családnak kedveskedünk. A hipermarket munkatársai által összeállított csomag tartós élelmiszereket és édességet is tartalmaznak. Az adományokat a Szekszárdi Humán Szolgáltató Központ munkatársai juttatják el a rászorulókhoz. Ilyenkor, karácsonykor, ahogy kérdezted is, többen vannak, akik szeretnének adományozni, és hogy valahogy koordináljuk ezt az adományozást, ne az legyen, hogy van, aki többször is csomagot kap, vagy... Tehát, hogy valahogy valamilyen formába koordináljuk. Ács Rezsi, a város polgármestere azt mondja, a csomagokat felajánló üzletlánc és az önkormányzat jó kapcsolata már hosszú évekre nyúlik vissza. Az, hogy ezt a hangnemet mi meg tudtuk találni a rendezvények kapcsán, az ajándékozás kapcsán, az pedig külön öröm számunkra, hiszen a város arról büszke, hogy befogadó város, és nagyszerű rendezvényeket, nagyszerű eseményeket tud szervezni és tartani. És ennek a része az idei év különleges atmoszférája mellett a csomagosztás is. A Humán Szolgáltató Központ munkatársai karácsonyig az összes csomagot eljuttatják a rászorulókhoz.